Light, the song we just played in the break, really good. Helped Pulse yesterday while we were playing together. He ended up. Üdvözlünk minden kedves nézőt újra itt. Az EU-LCS 2016-os tavaszi évadánál a harmadik mérkőzéshez érkezünk el a második napon. Jó magam, Thanatos vagyok, és hát elemzőtársam Buci lesz ugye a mostani mérkőzés előtt. Fnatic Team Vitality. Team Vitality, akitől, hát én úgy gondolom, hogy többet vártunk, legalábbis a játékosok alapján. Főleg azt, hogy az egész alsó ösvény ugye átkerült ide, tehát Yharnam és Kassing, akik már jól megszokott párost alakítanak, ők azért, hát nem is tudom, hozhattak volna jobb formát a tegnapi nap, és akár nyerhettek volna egy meccset, de ez nem így történt. Viszont most egy olyan Fnatic ellen fognak játszani, aki bizonyos ugye változtatásokon és cseréken átesett. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy tegnap nekem kifejezetten tetszett a játékuk. Tehát én is kicsit szkeptikusan álltam és ültem le megnézni ezt a meccset, ugyanis úgy voltam vele, hogy az Origin nagyon erős. Tényleg egy nagyon jól összeszokott csapat, nagyon kevés változtatással, simán úgymond vinni fogja a prémet is, és akár még egy ilyen 18-0-as Fnatic-el is, aki veretlenül tudott bejutni ugye múltkor a rájátszásba, tehát a nyári szezonban a rájátszásba. De nem így történt, mert a Fnatic jó, egyrészt nagyon jó karaktereket választott, azt mindenképpen ki kell emelni, tehát jó volt a hős választása, illetve a játéka is remek volt ennek a gárdának, úgyhogy most egy igazán erős csapat, amit a Fnaticnek gondolok, fog összecsapni egy olyan újonc csapattal, akinek meg kell mutatnia, hogy ezért jobb formában van a tegnapinál. A tegnapi nap folyamán a Team Vitality-nek a csapatjátéka az mindenféleképpen kifogásolható volt, én úgy gondolom. Tehát, hogy még Twitteren pont ki is tettek egy fantasztikus kis képet a kiosztott sebzésekről, és igazából a Team Vitality összességében többet tudott sebezni, mint a Rocket a tegnapi nap folyamán, ám összességében a csapat harcok során és a küzdelmek segítségével, meg úgy általánosságban a Rocket ugye végül győzedelmeskedni tudott. Így, akárhogy is nézzük, tényleg a Vitality-nek bizonyítania kellene most, hogy van itt helyük, de most jelen pillanatban, hát mondhatjuk úgy, hogy a legerősebb csapat ellen, tehát a Fnaticet hajlamosak vagyunk így hívni, főleg miután az Orihent elfenekelték, sőt, de még hogy? És nekem például az lesz nagy kérdésem, hogy lesz-e mondjuk Olaf tiltás. Mert Gemsu megérkezett, azt mondta, hogy Amerikából jöttem mesterségem címben, Olaf! És jóformán mindenkit lefejszézett. Az amerikai viking, az amerikai viking, egyébként ez nem olyan rossz, mert tényleg jártak ugye Amerikába, ott fönt a vikingek is, de lényeg ennyi, hogy Gemsu maradt, így van. Eszméletlenül szépen is jól játszott, és akár olyan fordításokat is meg tudott köszönhetően a Ragnaroknek, illetve az ő életlopásának és regenerálódásának, olyan meccseket meg tudott nyerni, amit már valaki ránézett volna, hogy jó van, köszönjük szépen, nem szóval ezt a játékot, kicsit vonulj vissza, aludj egy picit, aztán gyere majd vissza az ösvényre, tehát nem, egyszerűen jó volt a játéka, és tényleg lemosta a pályáról Soast, és ezért az a Lissandra, bármennyire is azt mondjátok, hogy nem feltétlenül Európában való, én úgy gondolom, hogy beleillik, még akár ebbe a játék stílusba is, amit Európában képviselnek, csak valahogy még nem láttam most az elmúlt pár játék során olyan igazán kulcsfontosságú játékot, vagy olyan kulcsfontosságú kezdeményezést esetleg, ami mondjuk 2-3 embernél több ellenfelet kapott volna el egy önmagára elhasznált fagyos sírral, ami kulcsfontosságú, hogyha Lissandráról beszélünk, és azért utána neki köszönhetően a töltésidő csökkentésnek folyamatosan dobálgatva a jégszilánkokat, azért ott van az a sebzés, csak valahogy ezt ki kell használni. Így van, és ugye egyértelmű volt, hogy Olaf az egy ellenválasztás volt, ugye Lissandra részéről, és meg kell azt is jegyeznünk még nagyon gyorsan, hogy ez a harmadik meccs eleje. És úgy azt mondtuk, hogy most fogjuk kisorsolni ezt a pólót, de végül úgy döntöttük, hogy megtartjuk, úgyhogy ezt nem fogjuk kisorsolni a mostani mérkőzés előtt. Lehet, hogy a következő elejére meggondoljuk magunkat, ez majd még, hát ez ki fog derülni, úgy gondolom, nem biztos, hogy Szuxi fog derülni, na mindegy, a lényeg az, hogy Team Vitality, Fnatic, nagyon hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy itt kérlek szépen
egy jól kifaragott, szépen megmunkált reketjés van előkészítve a Vitality részéről, viszont a Vitality az nem, hogy is mondjam, tehát hogy tényleg van benne potenciál. Van. Tehát alapvetően, ahogy te is elmondtad, az arcsúlyösvényen is van bennük lehetőség, és hogyha jó hős választásokat hoznak, tehát hogy inkább olyan választásokat hoznak el, amik a mostani metában is benne vannak, továbbá ugye még csapat szinergia szintjén is jól tudnak működni, akkor van esély a Fnatic ellen, azon Fnatic ellen, amelyik ezt már az első mérkőzésen tudta bizonyítani, hogy erre képes, tehát hogy szinergia és ráadásul még az ösvény fázisban is tud reagálni az ellenfél választásaira. Ez mindenképpen fontos, ugye, hogy tudj időben és kellően jól reagálni arra, ami jön, és azért van nem egy-két olyan hős, aki tényleg, ahogy mondtad, beleillik ebbe a mostani metába, és nem feltétlenül reagál, de több mindenre jó. Tehát azért ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, és mivel csak 6 darab tiltás van, ezért nem lehet mindent kitiltani. Tehát például az előbb feltett költői kérdésemre nem valószínű, hogy érkezik olyan tiltás, és nem is biztos, hogy mondjuk esetleg Gensu elhozza ezt a karaktert, mert nem feltétlen olyan hős lesz ellene a felső ösvényen, tehát nem lehet mindig mindenre reagálni, mert erre kicsi a keret. Pontosan, én is alig tudok reagálni arra, hogy Pierce megmutatta az új feliratkozó nevét, akit el is felejtettem. Üdvözöljük mindenféleképpen a csapatban Zellikort. Zellikort, köszönjük szépen. Köszi. Szép a neved. Igen, na mindegy, szóval Fnatic Team Vitality továbbra is, ezt nagyon szeretem kimondani. Na, arra leszek kíváncsi, hogy a Fnatic első mérkőzés, első választás kit hozott el? Le Poppy. És Poppy, én úgy gondolom, hogy nem volt rossz Noxiek kezében. Én egy picit több agresszivitást várnék el, vagy legalábbis van benne lehetőség. Tehát egy Poppyban bőven van annyi agresszivitás lehetőség, amit pont ugye ezzel a frissítéssel, a 6.1-es frissítéssel könnyítettek meg egy kicsit. Ugyanis a hősi roham és a pörőcsapás kettős kombója azért az eléggé jól használható, illetve gyorsan újra töltődik egy-két tárgy megvétele után, és akkor nem beszélünk még ugye az ő aurájáról, ami megállít mindenféle rohamot, tehát például egy Alistar, vagy bárki, hogyha ugye alsó ösvényen, tehát támogató szerepben van ez a Poppy, akkor ugye megint át kell gondolni ezeket a helyzeteket, tehát nagyon sok lehetőség van benne, és ott van még a végső képessége is, de ezzel, hogy így Poppyt ki elemeztük, adjuk is majd át szépen a Kastel kollégáknak. Így van, köszönjük szépen a figyelmet, már is kezdődik a mai este harmadik mérkőzése, maradjatok velünk, sziasztok! Sziasztok! És szervusztok, üdvözlünk mindenkit, most már innen a kommentátor állásból, jó magam, Nirnoló vagyok, én leszek az akció kommentátor, szakmai segédem pedig nem lesz más, mint Darci. Én is üdvözlök mindenkit, szép jó estét! Választások és a tiltások már meg is kezdődtek, ugye még egyszer a Team Vitality és a Fnatic csapata fog összecsapni így a ma este harmadik mérkőzésén. Az első tiltás pedig nem más, mint Tahm Kench lesz, ahogy ezt már ti is láthatjátok, hogyha minden igaz. Ugye ez... Szintén, illetve az új metának egy nagyon flexibilis, egy nagyon rugalmas választás a felsősvény dzsungel, illetve még akár támogatójátékos is lehet ebből a karakterből. Mellette ugyanúgy ott van Kindred és Gangplank, ahogy ezt már megszokhattuk. És a következő tiltása a Fnatic csapatának nem más, mint Lulu. Ezt láthatjuk. Ami számomra egy kicsit kérdéses még, mert így elindul a mérkőzés, ez az volna, hogy vajon Kabosárra helyezi-e majd a hangsúlyt a Vitality csapata, hiszen azért ő egy nagyon erős felsősvényes. Viszont a Fnaticnál láthattuk tegnap, hogy Gamsu szintén tudja hozni a kötelezőt, sőt. Hát nem azt hozta, amit a Dignitasban még Észak-Amerikában. Ahhoz képest azért messze jobb teljesítményt nyújtott
itt, mint ott, tehát Európában volt jobb, és kint Amerikában volt rosszabb. Így van, és Kavosárd azért sokkal nagyobb falat lesz, mint Soez, szerintem legalábbis. És az egy dolog, hogy meta karakterek ellen hogyan tudsz harcolni, viszont hogyha egy metán kívüli karakter érkezik ellened, akkor probléma is lehet, ott pedig egy trash tiltás Cassing ellen azért a tiszteletet megkapja, és Lissandra tiltása túloldalon, ami pedig szintén azért, mert Lissandra nagyon erős, még akkor is, hogyha európai szintén ezt még nem igazán láthattuk. Cassing és a trash választás az, mondhatjuk szerintem, hogy egy és ugyanaz, de azért azt nem tenném hozzá, hogy csak ez az egy karaktere van Cassingnak. Az viszont említésre méltó, hogy támogató játékosként ki tud harcolni egy tiltást a Fnatictól, ami viszont lehetőséget ad arra, hogy esetleg egy-egy kedvezőbb választáshoz hozzájusson a Vitality csapata. Kérdés csak az, hogy ez vajon ki lesz. Ugye a Lissandra is egy kicsikét, nem mondanám, hogy kifizetedő választás volt ideig Európában, de erre te is kitértél, hogyha minden igaz, viszont tiltó listára, hogy kerüljön, na az már egy megint egy másik kérdés. Kabosárt pedig gyorsan el is hozza Rice-t, ugye érkezhet felsősmérés, középsősmérés, nyugdák kezéi közé. Egyelőre ez még rugalmas választás. Kérdés az az, hogy az ellenfél csapat, az a Fnatic kit fog majd elhozni. Poppy, aki ugye Spiritnél lehet, és tegnap is Noxiak volt az, aki ezzel a választással az alsó ösvényre érkezett a Fnatic jó voltából. Egy tankos és némi CC-vel, de inkább remek védekező képességen megáldott karakterről beszélünk, aki egy csapatharcban el tudja távolítani, hát konkrétan az összes tankot, és akkor egyenes utat biztosít a sebzés hordozók felé a csapata számára. Viszont még így sem mondanám őt a lehető legjobb támogató játékosnak, annak ellenére, hogy érkezett számtalan gyengítés rendőrre, tegnap is láthattuk, hogy ő volt a válasz rá. Igen, kérdés, hogy vajon a Vitality lövész pozícióba elhozza-e Ezreal-t, aki eddig állandó válasz volt a Poppyra, hiszen ő tud ugrálni anélkül, hogy fennakadna ezen a bizonyos pajzson, és kérdés az, hogy Kabosár érkezik-e majd azzal a Ryze-zal. Nyugdák tegnap játszott Luluval, ami, ahogy arra már Pierce is kitért korábban, nem olyan jó választás az orvodászok ellen, viszont ott van egy Miss Fortune, a Hjarnanhoz érkezhet majd, valamint egy esetleges Morgan választás, ami, bár általában azt mondjuk, hogy támogató lehet, de Kabosárról beszélünk a Vitality csapatánál. De annyira jól elmondtad egyébként, hogy Ezreal az egyetlen, Ezreal volt ideig mindig a válasz a Poppy támogató játékosra, hogy a Morganát, ezt úgy ki is hagytuk a rostából. Igazából ő is meg tudja védeni a lövészét, legalábbis egy Poppy kezdeményezéstől. Tény, hogy nem fogja ugyan levakarni utána azt a Poppyt, de hogyha egyetlen egy sötét lekötést talál, az elküldi kávé szünetre azt a bizonyos támogató játékost. Illetve, ahogy te is mondtad, még mindig nem biztos, hogy támogató lesz ez a Morgana, ami viszont azt jelenti, hogy sokkal effektívebb lesz a sötét pajzsnak az aktiválása, azaz sokkal nagyobb sebzést tud majd levédeni, és ennek köszönhetően ugye tovább maradhat rajta azon a lövészen, de az utolsó két választás azért elég érdekes, neki ígérkezik. Á, Cassing mindig ezzel szórakozik, úgyhogy... Cassing igen, de még a másik is. Egy járnánt így, hát ez egy patkányhúzás lenne. Viszont arra nem tértél ki Morgana sötét pajzsánál, hogyha Miss Fortune-re rárakja ezt a pajzsot, miközben a végső képességét használja, akkor nincs az ember, aki ki tudja őt ebből ütni, és az egész csapaton végig tud lövöldözni, miközben Richardnak köszönjük szépen az új feliratkozását. A végső választás pedig nem a patkány lesz, hanem Fiora, valamint a dzsungelbe, nem más, mint Alice. Hát Fiora a felső ösvény patkánya, ha szabad ezt így mondani, mert ő az, aki minden képességet le tud védeni, tehát bárki is az ellenfele, az egy skill matchup lesz. Ugye pont egy Olaf ellen elhozni őt azért mégiscsak megkérdőjelezhető döntés, hiszen folyamatos lassítás, illetve... térjünk vissza egy kicsikét. Szóval folyamatos lassítás és sebzés az, amit a felső ösvényes Olaf képvisel. Ugye a tegnapi napból indulunk ki, amikor Gemsu Olafozott, illetve Spirit volt az, aki remekzek teljesítményt mutatott számunkra. És ebből gondoljuk azt, hogy ma is ugyanígy érkeznek a választások, viszont a középső ösvényre, hogy Febiven... Igen, Febiven ismét leblankozni fog a középső ösvényen, így már biztosan tudjuk ezt is. És dzsungelben lesz egy Zekkünk, ami egy érdekes dolog, hiszen láttunk már Zekked, bár az felső ösvényes volt, és Spirit az, aki
Aki tegnap is ugyanezzel a választással volt. Nem felsős, és persze, csak össze-vissza beszélek, tehát Zac választás, ami viszont azért lehet érdekes, mert ő életerőt fog mindenképpen építeni majd magára, ami ellenállással, például a szellem arccal rendkívül jó lehet, hiszen többet tud gyógyítani magán a passzív képességével, valamint mágikus ellenállása lesz, például Ryze-zel és Alice-zel szemben. Ja, pont a tegnapi nap folyamán tértünk ki ennek a két játékosnak, és hát speciál pont ennek a két karakternek is a teljesítményére, illetve a ráhatására a mérkőzésre. És mind Gamsu, mind pedig Spirit gyakorlatilag hiba nélkül játszotta végig az egész mérkőzés, sőt, csapatukat olyan mértékű előnyhöz tudták juttatni, hogy ketten elhozták az egész mérkőzést úgy, ahogy van. Na már most, ez a mai nap folyamán is elérhető számukra, de velük szemben ugye van egy Ryze, egy Morgana, egy Fiora és egy Miss Fortune is, akiket azért emelnék így ki, mert a csapatharcban azért elég erős hősökről, illetve karakterekről beszélhetünk. Morganát csak azért teszem hozzá, mert meg tudja védeni Miss Fortune-t, ahogy te is mondtad, egy csapatharcban úgy, hogy a végső képesség az végig mehessen, ami azért irtozatos nagy sebzés az átalakítás óta, pláne úgy, hogy még kritikus találati esély is van rajta. És itt helyeződik át a hangsúly azért valamelyest Febivenre is, illetve a Reckless-re is, hogy ők mennyivel tudják most kisegíteni a felsősvényt, illetve a dzsungelt. Nehéz döntés. Ha választani kéne, én azt mondanám, hogy a Vitality csapata volt az, aki ezt a tiltás és választási fázist megnyerte, még akkor is, hogyha el tudta a Fnatic hozni azokat a karaktereket, amiket szeretett volna, a Vitality csapata már megy előre, Poppy pedig elhátrál, így nem kerül bajba, mélységi őrszemet viszont így ki fog tudni helyezni a Fnatic Olafja vagy akár Zekje. Én ezt annyival egészíteném ki, hogy azon múlik az egész, hogy mennyi gyilkosság jut a Fnatic csapatához a játék korai szakaszában, mert hogy ott ők jeleskednek, ez véleményem szerint nagyjából biztos, ez leginkább a középső ösvényen lesz majd szemmel látható, illetve követhető, hiszen egyrészt Ryze-zal szemben áll egy LeBlanc pedig ugye egy bestia már 2-es szintől is, és az égetés a teleporttal kell, hogy szemben nézzen, ami azt jelenti, hogy ha esetleg az első gyilkosságra bemegy Febiben és azt túl tudja élni valamelyest nyugdák, onnantól kezdve biztosítva van a középső ösvény sorsa, hiszen teleporttal vissza is tud térni. És most ki is térhetünk a tárgyválasztásokra, hiszen Gamsu ismételten a romlási talával érkezik, és kezdi meg pályafutását. Egy gyönyörű, szép, mélységi őrszem kikerülés a Vitality csapatától, így bizony az ösvény cserére nem derül fény. Igen, ezt ugye megakadályozta a Vitality csapata, ők ahhoz a falak közti kis kapuhoz is tettek egy őrszemet, ezt elhibázta a Fnatic csapata, ők ezt nem tették meg, így ki lehetett kerülni. Fogalma sincsen a Fnatic csapatának arról, hogy ösvénycsere készülődik, pontosabban Kabosár már megmutatta magát, így tudják, de reagálni erre nagyon nehéz lesz. Így is van. És pontosan az a céljuk, hogy ugye Lucian elleni ösvényre menni, na az nem biztos, hogy finom bármely lövészről legyen is szó, ugye. Tény, hogy Miss Fortune-nek is remek az ösvény képessége, de ezért Lucian-nál talán még ő sem betegszik. Második percnél pedig Gamsu haza is tér, mivel hogy most már ő is tisztában van azzal, hogy az ösvényen két darab távolsági karakterre kéne, vagy kell, hogy szembenézzen. Ezért, ha jól látom, megy is le az alsó ösvényre, és vagy teljes ösvénycsere az, amit erőltetni fog a Fnatic csapata, vagy ne agyisten egy korai... Na ez már pofátlanság, de tényleg. A Fnatic igazán elkezdi ezt a mérkőzést. Tehát amint elindul lefelé Gamsu, igen, lemész jó, hát akkor Kábosár dehasználja a teleportját és marad a teljes ösvénycsere. Igen, tehát mindenképpen viszont a Fnatic csapata egy kicsit hátrányba kerülhet, hiszen a hazatérések miatt le van maradva mind Gamsu, mind pedig az alsó ösvényes páros, hiszen nem tudtak kint lenni. Gamsu volt az, aki kicsit késve reagálta le ezt az egész történetet, és úgy tudott érkezni, miközben Kabosár elment a dzsungelesének segíteni. Itt pedig lássuk, hogy hova tér vissza a Vitality alsó ösvény párosa a felső ösvényre. Viszont még egy Doran pengéjével megfűszerezve a bizonyos Miss Fortune, ami azt jelenti, hogy plusz tankosság és sebzés, illetve
életlopás is már rendelkezésére áll, tehát az ösvényt nagyon nem szeretné elbukni, viszont Reckless is most már a játék korai szakaszában hazatér. Nagyon aktív korai szakasznak lehetünk szemtanúi, illetve az elmék harcának, szabad így fogalmazni. Amiről pedig elkezdtem még a mérkőzés legelején beszélni, az ugye a romlás itala volt, amit még akár Fiorára is meg lehetne vásárolni, viszont Kabasár nem ezt tette meg, és láthatjuk, hogy egyelőre a plusz statisztikákat, amit a vásárlásából nyert, ki tudja használni, hiszen már 13 farmmal vezet ellenfelével szemben. De ne felejtsük el, hogy azért a minionok érkeznek, még azt megszerezheti magának Gemsu, bár torony alatt tudjuk, hogy nehezebb farmolni valamilyen szinten, a sutyerákat pedig Zek tudja megszerezni, Kavasár kitisztítja az őrszemet, Shook pedig az alsó ösvény irányába vándorol, benézni nem tud az ellenfél dzsungelébe. A tegnapi napon Shook volt az, aki a leggyengébb teljesítményt nyújtotta a Vitality csapatánál, talán ő lehet a gyenge pont, a dzsungelben Spirit lehet az, aki az ellenszer lehet a Vitality csapatának. Jól látható, hogy egyelőre a szint előny az a Vitality alsősvény párosát pártolja, hiszen 4-es szinten van Miss Fortune egy kicsikét jobban előre tolt ösvényel, illetve mivel hogy hamarabb haza tudtak térni a bázisra, és ennek köszönhetően hamarabb vissza is értek a további tapasztalati pont leigázásához. Illetve amit azért még hozzátennék, az a minimális különbség a két lövész között, most nem farm szempontjából, amit ugye lehet látni, de hát a Vitality tolja előre az ösvényt, ezért ez egy kicsikét fals, hanem hogy ugye a két Doran pengéjel szemben egy Doran pengével és egy hosszú karddal, ami azt jelenti, hogy ugyan tankosabb járnán és gyorsabban vissza is tud jönni egy-egy csere után életerő szempontjából, azonban közben Kabasártal egy kezdeményezés, hátra küldi teljesen Gemsut, viszont Spirit olyan irányból érkezhet majd, amire nem nagyon számíthat a Vitality csapata, viszont itt van Shook is, könnyen egy 2-2 szituáció alakulhatott volna ki, de elhátrált most már Spirit, Shook ugyanezt választja, sőt, benéz egy kicsit talán Spiritre. Ezt megteheti egyébként, és fél életerőn van ugyan, de hát egy Zekről beszélünk. Egy pillanatnyi kitekintés pedig Bandi 91-nek, köszönjük szépen a feliratkozását, és üdvözöljük a csatornán, illetve a feliratkozók között. Kanyarodva viszont a mérkőzésre, ugye a szintelőny az most Spiritnél van, ahogy ezt láthattuk, attól függetlenül, hogy jelentős mértékű farmkülönbség nincs a két dzsungeles között, tapasztalati pont előny az láthatjuk, hogy a Fanatikot erősíti, és azért már a sújtás fejlesztése is megvan az imént említett játékosnak, ennek köszönhetően 2-vel több őrszemet tud elhelyezni, mint ellenfele, aki viszont, ha nem is tudta befejezni a dzsungeles tárgyát, azért egy mindentlátó őrszemet megvásárolt. A Bubó közben mellé megy a sebzés, viszont nem olyan rossz, 5-ös szintű Spirit, 4-es szintű Shook, viszont mivel távolsági harcos, itt több sebzést tud kiosztani. Zekre nézve, aki vissza is megy a folyón Leblanc irányába, a lekötés jó Morganától, Lucian pedig kap némi sebzést, de Hiernántól ez nem olyan jelentős mértékű, nagyjából 50-50. Érdekes, hogy a portyázás az most Febiben és Spirit párosától érkezik, ők azok, akik kifosztják egyelőre a Vitality dzsungelét. Ajaj. Oh, itt pedig jöhet a kezdeményezés, nagy kihívás előle egy villanás, a Gubó talál le, igen, ezúttal talál, így pedig Gemsunak kaput, az első gyilkosságot, ki más szerzi meg a Vitality csapatánál, mint Kabasár. És látod, erről beszéltünk, azt mondtad, hogy ne hamarkodjuk el azt a tapasztalati pont, illetve a farm különbséget a két felső ösvényes között, de az bizony jól szemmel láthatóan jelen van, 29 az 58-al szemben. Ó, itt pedig már jön, és itt van, amiről beszéltünk, a fekete pajzs és a végső képessége MF-nek, ami majdnem elég volt Reckless elpusztításához. Noxiák nem tudott mit tenni. Hát igazából Noxiák sem, meg Reckless sem nagyon. Villanás és gyógyítása ugyan túl tudta élni az egész offenzívát, ezért pedig csak egy égetést és egy végső képességet kellett, hogy beáltozzon Járnán és Kassing párosa. Ez bizony egy sikeres torony alá érkezés volt, még ha torony ugye nem is osztott sebzést, ugyebár 1-0, tehát még egyelőre a gyilkosságok állása a Vitality csapatának javára. Ennek köszönhetően pedig, ez hihetetlen, megint talál. Kassing Morganával is, mindig talál a Q-val, meg Thresh-el is. Ami azt jelenti, hogy az irányított képességekkel nincsen problémája, hogyha ezt szabad így kifejeznem, és jól tud működni. Hol volt ez a Vitality a tegnapi napon? Nukdaknak közben egy villanás Spirit elől, számított erre az érkezésre, tehát a Vitality tegnap a Rockettel szemben árnyéka volt ahhoz képest önmagának, amit ma tudnak mutatni a Fnaticekkel szemben. Közben SN-nek köszönjük szépen a 4. havi feliratkozását ismét a csatornára. Szia Norbi! Így van, 9. percnél járunk.
És ami számomra egy kicsikét kérdéses volt, az az, hogy lett-e volna vajon elég sebzés a nyugdákra, ugye Spiritnek, illetve Febivennek, hiszen ha jól megnézed, Negatront vásárolt először a középső és Vényes LeBlanc. Ez viszont számára teljes mértékben indokolt és szükséges. Láthatod, hogy azért be tud érkezni egy kicsikét piszkálni, de hogyha nem ilyen tárgyválasztással élt volna a játék korai szakaszában, azért jóval jelentősebb sebzése lenne. Meg akkor is, hogyha a végső képességben a mester varázsból a gömböt fel tudta volna robbantani, hiszen Lánc egy minion talált el, ami éppen hogy csak besétált Ryze elé, nyugdák elé, így nem tudta ezt felrobbantani, a sebzési jelentős részét redukálva ezzel. A felső ösvényen pedig továbbra is sokkal aktívabb a Vitality párosa, Cassing, valamint Hiannan. Nem is véletlen, hiszen nem nagyon van módja kezdeményezni Noxiáknak, illetve Reklesznek. Ahogy te is mondtad, a fekete pajzsal konkrétan ki lehet zárni egy mérkőzésből Poppit, legalábbis ami az ösvény fázist illeti. És így, hogy még mindig sok és kizag a felső ösvényesek között az alsó ösvénye volt akció, illetve kezdeményezés, azt kell, hogy mondjam, hogy mégiscsak egy csendes mérkőzésünk van annak ellenére, hogy a taktikázás az megy ide is, meg oda is. Jelentős farmkülönbség pedig, ahogy már mondtuk, Fiora és Olaf között ugye már kialakult, megvan a 40, ahogy az korábban is megfigyelte volt, illetve a lövészek között is egy jó erős 20-as. Oh, most jól válaszol a Spirit Shook érkezésére, Shook felemelkedik le, de ebbe bele kell halni, a Gubo éppenséggel még jó Gemsu érkezik, nem találja el Shookot, aki továbbra is próbál menekülni, itt viszont egy öngyilkosság az, ami legfeljebb megtörténhet, és nem történik meg, elég idő nem telt el, Spirit szerz meg egy gyilkosság, a Gemsu egy támogatással, a második érkezés nem volt olyan sikeres, mint az első. Megint láthatjuk, hogy a Fnaticnál ez a két játékos próbálja a playeket, a játszásokat létrehozni, viszont ez egyelőre még azt kell, hogy mondjam, hogy kevés. Egy-egy ugyan a gyilkosságok aránya, de egyrészt egy toronnyal is vezet a Vitality csapat, a másrészt 2000 arannyal is. Ennek köszönhetően Spirit pedig megint próbálkozik egy nyugdák rajtaütéssel, de láthattuk azért, hogy az Ryze elég félelmetes, pláne úgy, hogy egyébként megvan neki már az oltalmazó is, és gyűlnek a jelzők az Istennő könycsepjén is. Én azt mondanám, hogy ő el van a középső ösvényen. El van, és ugye gyűjteni fogna, nyugdák gyűjteni fogja majd a jelzőket a könycsepjére, valamint ott a kataklizma így a végső képességével könnyedén elhozhatja a kék erősítést, és tovább gyűjtögetheti a jelzőket, ami számára jelenleg a legfontosabb. A játék korai szakaszában arról beszéltünk, hogy a Fnatic csapata lehet erősebb, mégis a Vitality hozza a tornyokat, és egyelőre arany előnyt is ki tudtak építeni, valamint a sárkányra is tudnak érkezni. És még mindig, ami ugye a legfontosabb volt, ahogy kiemeltük a korai szakaszban, az az, hogy hányszor fog majd meghalni az a bizonyos Ryze egy LeBlanc-kal szemben. Hát megvan a válaszom, nulla, hiszen már nem a játék korai szakaszáról, már jócskán a középsőről beszélhetünk, hogy a hatos szintet már túllépték a hősök, illetve lassan eljutunk arra a pontra is, amikor az első tárgyaikat be tudják fejezni, ami ugye egy eszencia martalóz lesz mind a két lövésznél, sok az S meg a C. Az első sárkányra fordul egyelőre a Vitality csapata, ahogy ezt remekül láthatjuk is. Teleport elérhető, ugye Gemsunál, de erre kimozdulni hátrányból több mint valószínű, hogy nem fog a Fnatic. Noxiak van legközelebb ehhez, de ő sem próbálja meg nyilvánvalóan. Ugye 600-as bónusz sebzés a Vitalityhez landol, és a középső ösvényen egy Thea partira be is néznek. 4-3 ennyi szituáció alakulhatott volna ki nagyon könnyedén, viszont ehhez nem volt a Vitalitynek kedve, inkább eloldalaztak, és majd miután a krúgokat megszerzik maguknak, haza is térhetnek vásárolni. Spirit pedig a felső ösvényre érkezik Febiben társaságában. Kábosár bajban lehet a feldobás, jó, ott pedig a lesikerül védeni, közben jön a teleport. Kábosárnak a visszaverése nagyon jó volt, a riposzt ezzel tudta életben tartani magát, hiszen hogyha felsikerült volna rajta robbantani egyet, a sebzés jelentős mértékű lett volna. Nem is ez volt az, ami kulcsfontosságú volt, hanem hogy a láncot úgy, ahogy van, egy az egyben levitt a Kábosár, de ami azt jelenti, hogy nem lehetett őt helyhez kötni, és így hiús volt meg teljes mértékben az akció. Ráadásul ugye ott volt a teleport is, ami bebiztosította a túlélését, viszont attól függetlenül még mindig itt van, és erről fogalma sincsen Gemsunak. Kettős ninja a felső ösvényen. Jó, hogy kihátra a Gemsu. A kérdés, hogy ezt meddig teszi meg, ugyanis ha egy kicsikét túlságosan előre nyomul, penge élen táncol a srác, én azt mondanám. Kábosárd megmutatja magát, innen bizony el fog hátrálni Gemsu.
Így van, ő már itt nem fog próbálkozni. Nagyon óvatos volt Gemsu, és ezt nagyon jól tette. Elég lett volna egy millimétert még előrébb lépni, és lehet, hogy Shulk beugrott volna rá. De igazából talán a Gubóra várt, hogy azzal tudja elkezdeni. A Ragnarok képesség ugye nem elérhető jelenleg. Spirit pedig érkezik le, Kassingra kijön. A fekete pajzs, így nem lehet Jannát védeni, de nem is kell. A végső képessége pörög tovább, hogy a felső ösvényen Gemsu is el lehet kapni. Shulk szerzi meg a gyilkosát az alsó ösvényen. Nem alakult ki gyilkosság egyik oldalra sem, Kassing jól reagált, a reflexei a helyén vannak, és MF-nek is a sebzése rendben volt, Lusha neki kellett hátrálnia. Villanás villanására a felső ösvény, ráadásul a gyilkosság is a Vitality csapatához kerül, ennek köszönhetően 2-1-re módosul a gyilkosságok állása, és ugye azt is mondtuk már, hogy két tornyot bedöntöttek már a játék jelen pontján, ezen most tud szépíteni a Fnatic egy toronnyal, és azt is tegyük hozzá, hogy egyelőre még csak egy sárkányjelzője van a Vitality-nek. Itt pedig egy cserebere. Igen, nyugdák, hogyha el tudja kapni Febiben, akkor problémát okozhat. Kebosát közben a felső ösvényen sokkal egyetemben betöri a második szintű tornyot, Gemsu érkezik vissza, valószínűleg fagyasztani fogja az ösvényt, meg van lehető legtöbb farmot visszahozni Fiorával szemben, aki a fekete hasító bárdal már rendelkezik, Febiben pedig bajban lehet, hiszen beugrott nyugdákra, de érkezik Poppy, aki végül meg is szerzi a gyilkosságot. Na ez a nem mindegy, hogy az ösvényfázisban kigapsz, de a meccs tovább tart. Na igen, egy gyilkosságot most szerzett a Fnatic ezzel szépítve az ő statisztikát, de azért erre egy égetést is, bocsánat, két égetést is feláldoztak. Tehát halmozták az égetéseket azért, mert azt a rászt nagyon el kellett tüntetni, ez sikerült is számukra, de azt sem szabad elfeledni, hogy bennmaradt nyugdáknak a villanása. Tehát hogyha ezt az akciót túl akarta volna élni, akkor megteszi. Kicsikét önző volt és úgy gondolta, hogy Febivent el tudja burstolni, el tudja tüntetni a földszínéről. Ez nem jött össze, és ugye egy gyilkosságot ajándékoz a Fnaticnak, de én összességében azt mondanám, hogy ez így még mindig megérte. És tegnap Gemsu mit csinált ez az alapfal, amit csak akart, 5-1-es statisztikába kezdett. Ezen a mérkőzésen mit csinál, 0-2-es statisztikája van, és szenved, farmban sem tud a közelébe sem menni Kabosárnak. És ez köszönhető annak is, hogy sokkal jobban figyel Shulk Kabosárra, mint ahogy figyelt Amazing Soezre az Amazing csapatában. Spirit viszont érkezik, nem talál az égvilágon senkit, és már is villannia kell ki. Ez a hátránya annak, hogyha senkit nem tudsz feldobni. Ha valakit pedig eltalált, azon ugye ott volt a fekete pajzs, ilyen esetben Járnára gondolunk, ezért is nem kellett villannia. Az imént említett lövésznek gyógyítása szintén benn volt. Egy nagyon merész próbálkozás volt Espirittől, saját villanását fel is kellett áldozni a túlélés érdekében, de hát ugye, hogyha a hátrányból játszik a Fnatic, akkor van rá esély, hogy ilyesmikkel kell próbálkoznia. Igen, húzni kell a váratlant, és Spirit megint csak itt van a lekötés, ezúttal nem talál Kassingtól, meglepő fordulat, viszont Spirit a vörös szederhátat fogja elhozni, miközben a felső ösvényre vándorolt, mind nyugdak, mind pedig Febiben. A sebzés jelentős, de a mestervarázsba érkező gömböt már nem lehet felrobbantani, hiszen akkor azt kockáztatná, hogy elkapja őt nyugdak és gyilkosságot szerez. Így van, de azért fél életerő lerobbantás összesen két képességből nem olyan rossz, de hát erről beszéltünk, hogy egy LeBlanc esetében biztonsággal tudja ezt leharapni arról a Ryze-ról, hiszen egyrészt befejezte a mélységi jogart, ami egy defenzív és félig meddig offenzív tárgy, illetve van rajta még egy szükségtelenül nagy pálca is, de már fél életerő alatt a középső ösvényen a torony, ez három emberrel veszélyezteti a Vitality csapata, egyelőre bedönteni nem tudják, de hát mindjárt jön a következő hullám. Igen, Shulk meg egyértelműen tankosítani fog, a parázs behemótot választotta magának, és bár a varázslók cipője ott van, ettől függetlenül a későbbiekben inkább tanknak kell lennie, még akkor is, hogyha egyedül Ryze van ott máikus sebzés formájában, de azért egy Ryze elég lehet a játék végső szakaszában, figyelni kell rá. A kérdés az, hogy valóban a szellemarc fog-e épülni majd Zeknél, de mivel ott van nála a kísértett Kámzsa, ezért ez elég valószínű. És van Zeken, ráadásul a passzívjának köszönhetően hatványozottan hatásos ez a tárgy. Kabosárt pedig nem vállalja túl magát az alsó ösvényen, annak ellenére sem, hogy ugye 40 farmal egy gyilkossággal vezet ellenfelével szemben. Láthatjuk, hogy már régóta elkészült rajta a fekete hasító bár, tehát egy-egyes szituációban én szerintem lehántaná azt a kismértékű páncélzatot ellenfeléről. Ráadásul készül rajta egy hídra is, az pedig, hogy ez milyen hídra lesz, majd később derül ki.
Az előző mérkőzés ugye Titán Hidrát láttunk, kezdett, de... aztán vérszomjas rá, igen, átváltott a későbbi szakaszra. A kérdés az, hogy itt mennyire érni ez meg Kabosák számára, hiszen ő az, aki megindult a játék korai szakaszában. A farmja rendben van, a gyilkosság ott van már rajta, Shook pedig a testével védi a minionokat, így lehet betörni majd a tornyot, a Gubó pedig talán lehet-e tovább menni? A végső képesség nem ment ki, egyik játékostól sem, Spirit viszont érkezhet, akár csak Febiben, ott a pajzs hiányát meg lehet védeni, Spirit bajban a végső képességét most használja, akár csak Cassing le lehet kötni, a passzív képességét kijön még Zeknek, ezt azonban el lehet pusztítani, kinek adják a gyilkosságot, ki másnak, mint Hiánának az első számára, viszont, hogyha megindul egy MF, a végső képessége a csapatharcokban fájni fog. Pont erről beszéltünk, csapatharc, Vitality, úristen, micsoda csapatharcok lehetnek itt. Majd később, addig pedig éljék túl. Hát a túlélés az megvan, Gemsu bajban. Gemsunak meg lesz a túlélés, nem? Kabosár tudja ezt megszerezni. Mit mondtál, hogy Kabosár széttépi majd egy az egyben Gemsut. Ez nem is kifejezés. Hiába villant Gemsu, még így is el tudta törölni a föld színéről, és a torony lehet a következő áldozat. Olyan mértékű fejes nyomott arra a falra, hogy még nekem is fájt, attól függetlenül ugye ez csak egy gyilkosság volt a Vitality-nek, és ebből fordultak a tornyra Reckless! Itt is villanás, nyugdák megy most előre! Faker-szerűen Reckless próbálta meg elhozni, de Reckless tudott menekülni a villanásával és a gyógyításával is, két idézői képesség egyért cserélve, mondhatjuk, hogy nyugdák nem járt rosszul. Az már egyszer biztos tény, hogy a saját villanása kiment, de hát ennyit megér, nem igaz? A második sárkányára teszek pillanatokon belül a Vitality csapata a kék színekben, ami ugye plusz torony sebzés jelenthet majd számukra. Cserébe a kis térképen láthatjuk, hogy Spirit már mozog a hírnök felé, de úgy tűnik, hogy mégsem ezt a célpontot fogják elhozni, inkább egy kis őrszem takarításra szánják, illetve használják fel ezt az időt. És említettem még a mérkőzés elején, hogy megnyerte szerintem a választási és tiltási fázist a Vitality csapata, és egyelőre ezt alátámasztják, jobban állnak a mérkőzésen, még úgy is, hogy nagyjából a 20. percben léptünk be nemrég, és azt mondtuk, hogy a játék korai szakaszában lehet erősebb a Fnatic csapata, mégis itt is előnyben tud lenni a Vitality, és itt pedig egy gyönyörű animációval megmutatják, hogy a 20. percben éled a Baron Nashor, ezután ez is egy jó célpont lehet. A hírnök ezen a mérkőzésen nem halt meg egyszer sem. Igen, egyébként annyira nagy hangsúlyt azért mégsem helyeznek rá a csapatok összességében, mint amekkorát azt korábbiakban talán esetleg várhattunk volna. Ráadásul a dzsungelesek azok, akik ezt a kiegészítést gyakran megkapják. Spirit az, akit megint elkapnak. Ó, nem is kicsit, ott van még a Gubó, valamint a végső képességek Cassingnek, és Spiritnek annyi nyugdak tudja megszerezni a gyilkosságot, és hogyha egyszer egy Ryze beindul. Annatok kezdve a csapatharcoknak már annyi is, rajta is már ott van a mélységjogar, tehát ami pecsétek ideig szépet téptek, azok mostantól kezdve nem fognak akkorát. És hát ugye 20. perc baronnasor van, a dzsungelest azt le tudták kaszabolni, de ez önmagában még nem elég egy baronra fordulásra, hiszen azért annyira biztos előnyt ez az egyetlen zeggyilkosság nem jelent. Nem szeretné eldobni az előnyét a Vitality, inkább a biztosabb toronyra fordulnak. Shook pedig megint a testével védte a minionokat, nyugdák megy előre, Noxiáknak meg kaput. Járnán tudja megölni a végső képességével, egy emberre ment ez ki, viszont ez elhozta a tornyot is, és Febben sebzése bőven nem volt elég ahhoz, hogy be lehessen fejezni Cassingot. Kabosát pedig az alsó esvényen azt csinál, amit csak akar. Kicsikét úgy tűnik, mintha fukarkodna Noxiák a végső képességével, mert ezen a mérkőzésen mindenek ez még egyszer sem használta ezt, pedig toronyvédelemre is valamelyest alkalmazható volna, hiszen a csapatának időt adna arra, hogy a minionokat eltökörítsenek. Talán kicsit túlvállalta magát, nem is talán, ez egészen biztos, eddig is fél életerőt tépett le Febiben, ezt megtette most is, és hiába a sötét pajzs, így is belehalt. Bizonyám, de azért ne feledd, hogy az égetését azt elhasználta. A visszajegyzés során pedig láthatjuk, hogy Febiben oldalról próbál érkezni, ott van a fél életerő, amiről te is beszéltél, ráadásul ugye a Hadur is érvényesítette akaratát, Noxiákot eltakarítják egyetlen egy sötét lefogás alkalmával. Erre ugye kiment az MF végső képesség, de láthatod, hogy a sebzés ez irtózatos, ráadásul utána még a torony is megvan, 6-1 a tornyok állása a két csapat között. Vitality uralja az idézők szurdokát. Ja, a villám fejedelemnek a sújtása az egyfolytában probléma lehet, hogyha Febivennel kerül szembe, hiszen elég a két képességet elnyom, meg egy aptándás és már is kapod ezt a bónusz sebzés gyanán, és ezt meg is érezte már Cassing is, nem egy alkalommal, nyugdák pedig nem először szerzi meg magának a kék erősítést, még nem fejezte be az arkangyal botját, de ez is meg fog majd
történni hamarosan, és Titán Hidra van ott Kabosárdon, most már ezt is tudjuk. Kérdés, hogy marad-e ez végig? A választ meg majd később megtudjuk. A sötét pajzs feljött Járnára Febiben, már csak a közelbe ér akkor is. Kérdés, hogy elég lesz ez a védelem. Egyelőre olyba tűnik, hogy nem vállalja túl magát Febiben, akitől egyébként jó visszaemlékezni, hogy ugyan volt az előző szezonban, illetve az előző évadban is 9-0-ás LeBlancja, tehát neki megvan a mechanikája, illetve a játéktudás, ez a karakter, a piros lopás megvan. Ó, közben Poppy kezdeményezni, akárcsak Spirit jön a teleport, Febiben beugrik, egy embert el lehetne hozni, de nem sikerül, a Noxiákra pedig a végső képesség MF-nek nem elég, a lekötés pedig nem talál el senkit, Noxiák használja a pajzsát, nem fog meghalni, egy csapatharcon vagyunk túl, ahol egyetlen egy ember sem halt meg. Viszont ugye a teleportok is kimentek, és ennek köszönhetően fordult a Vitality a Baronna sorra. Több mint valószínű, hogy nem fog ide érkezni időben a Fnatic csapata. A Spiritnek még van ugrása és a sújtása is megvan, ugye Zekkel pedig át lehet ugrani a Baron pitfallot anélkül, hogy bemennél és el lehet sújtani a Baront, de erre most nem kerül sor. Nem elhasználta közben már az Iron Sun medálját Shook, ennek köszönhetően bónusz pajzsal ruházta föl a csapatát, hiába érkezett Febiben, viszont meg lehetett állítani a Baron Nashor tornyot is el lehet hozni, kicsit elszámolta magát a Vitality csapata, kisebb kockázatot vállalt, de el tudtak hátrálni, túl nagyban nem mertek belemenni, hiszen az előnyük egyelőre hatalmas. 6000 arany, 6-3 akár csak az angol-magyar foci meccsen a 25. percben, és megint csak elfordul a Vitality csapata a Baron Nashorra, rálátása van erre a Fnatic csapatának. Kérdés az, hogy érkezni tudnak erre. Egy perc ugye a következő sárkány, de ez talán kevésbé fontos. Mind a Fnaticnak, mind a Vitalitynek a szellemek már érkeznek is. A lassítás nagyjából 3 másodperc lett, de a Baronna sorélete rohamosan fogy. 6500-nál jár a számláló, de ahogy kimondom, már 5000 körül jár. Spiritnek van ugrása, nincsen viszont rálátása. Oh, 1500... Lekötés viszont van, és meg is sikerül szerez, de Fiorának a sújtás nem volt tökéletes. Noxiák azonban meghal, a nagy kihívás aktiválódik. Lehet tovább menni, ott egy villanás. Cassing milyen csúnyán mellélőtte azt a lekötést, viszont így is a Vitality csapata mehet előre. Megölték ugye Noxiákot. Ez a lekötés csúnya volt, de amit előtte Zekre produkált, az gyönyörű. Ezzel biztosította is csapatának azt, hogy a Baron Nashor az az övék lehessen, ott vannak erősítése. Ebből fordulnak is egyből a középső ösvér, hiszen egy gyilkossággal is gazdagodtak, ami ugye Noxiák volt. Egy inhibitor, egy Baron Nashor, meg egy gyilkosság pedig összességében nem is olyan rossz. Innen pedig van lehetőségük a szélső ösvényeket is egy kicsikét kijebb tolni. 7-2 toronyallásnál ezt igazából bármikor megtehetik. Hol volt ez a Vitality tegnap? A Rockettel szemben árnyékuk voltak ennek a teljesítményhez képest, hiszen semmi, nem tudtak semmit kezdeni, viszont a Fnatic csapata pedig a tegnapihoz képest sokkal rosszabb teljesítményt nyújt, mint hogyha a formáikat felcserélték volna, és így lehet azt, hogy a Vitality csapata megszerzi már a harmadik sárkányát, és közel 10000-es aranyelőnnyel rendelkeznek. Kicsikét szerintem ezeket a különbségeket felnagyított, hiszen az új metában, ha egy kis előnyhöz hozzájutsz, azt kihasználni lényegesen egyszerűbb, mint a korábbiakban. Illetve nem is kis előnyhöz jutott a Vitality, remekül mozognak a pályán. A rálátást is folyamatosan uralták, hogyha minden igaz a mérkőzés elejétől kezdve. És remekül mozognak egyik ösvényről a másikra is. Tehát én azt mondanám, hogy a Vitality az most hozza, amit vártál tőlük tegnap is. Így van, lehet, hogy pont tegnap teljesítettek alul, viszont amit látunk egyelőre, hogy aki felépíti magának a összemezési előnyt, annál van mindig Elise. Tehát Elise-szel lehet, úgy néz ki, a legjobban bepofátlankodni az ellenfél dzsungelébe, és a legjobban kihelyezni ezeket a mélységi őrszemeket. Elise-en kívül talán egyszer volt egy Graves, aki ugyanezt meg tudta tenni, azt hiszem, hogy Trick hozta még tegnap. Ez így is van egyébként. Időközben pedig az alsősvején nyomul erről a Vitality. A rálátásnak köszönhetően Spirit nem kezdeményezhet, legalábbis itt nem. A Baron Nashor által erősített minionök pedig jó sokáig tankolják is a tornyot, de bevándorolni azért egy-egy lekötésben, mint ahogy az Noxiak is megtette, még túlságosan is kockázatos próbálkozás volna. Felsősvényen időt viszont nyertek Kabosárnak, ő már az inhibitort püfölheti gőzerővel. Spirit ugrik! Ugrik bizony, viszont nem sikerül feldobni a Hiánánt, jó volt a sötét pajz. Spirit még nem hal meg, Noxiak felvágja a Shookot, de jön MF, és ott egy gyilkosság, amit végül Cassing tud megszerezni. Kabosár pedig hátulról fog jönni, ott probléma lehet. Egyelőre 1-0-ás a csere, viszont Reckless is meghal, 2-0-ás a csere. Gemsu még a végső képességét használja, úgy menekül.
Aranuino menje ki, jön a feldobás elől, sikerül a riposztal kijönni a Kabosának, a sebzése elég lesz-e? Egyre úgy tűnik, hogy Nemesis egyfolytában gyógyul. Gemsu viszont két Nexus torony már bedőlt, és a Fnatic a nyári szezon 18-0-ja után most 1-1-el kezd, és elég hamar megszerzi első vereségét a Vitality-vel szemben. Ez így is van, de nem szabad elfelejteni, te is többször kiemelted már a meccs eleje óta, hogy a választási fázist azt a Vitality nyerte meg jelen pillanatban, hiszen ha a játék közepéig túlélték ezt a mérkőzést, onnantól kezdve szinte biztos volt, hogy a csapatharcokban az ő választásaik előnyre tehetnek szert, és ez így is történt egyébként. Spirit semmit nem tudott hozzátenni a mérkőzéshez, nagyon csúnyán fogalmaztam, de tényleg így volt. Nem tudott senkire kezdeményezni, mert vagy egy fekete pajzs mentette meg az adott karaktert, vagy ugye Alice volt az, aki a levegőbe emelkedett, és így akadályozta meg ugye ezeknek az érkezését. Ezen kívül azért hozzá kell tenni azt is, hogy amikor érkezett, egyből ott volt rajta egy lekötés, vagy Morganától, vagy ne egy Isten Rice-tól, aki ugye permanensen helyre szokta kötni ezt az eket is. És onnantól kezdve pedig már ember hátrányból kellett, hogy bármit is intézzen a Fnatic csapata. Ehhez pedig még adjuk hozzá azt is, hogy Olaf elveszítette a felső ösvényt, ugye idézőjelesen, mert hát Fiorával szemben veszített igazából, de azt is csúnyán. Igen, ami viszont nagyon jól működött, az a Morgana és Miss Fortune párosa. Ezzel a sötét pajzsa, amit rá tud rakni Miss Fortune-re, nem lehet kiszedni a végső képességből, és a csapatharcokat eldöntő képesség lehet ez, hiszen láttuk, hogy milyen sebzést tud kiosztani, hogyha akárcsak két embert sejtel, ott megpecsételi az ellenfél sorsát. Így is van. Egyelőre nem hiszem, hogy csak ennél a két csapatnál vélhetjük felfedezni azt, hogy ragaszkodnak a korai választásaikhoz, hiszen az elmúlt két napban ugyanazok a választások érkeznek, de nem biztos, hogy a legjobbak ebben a jelenlegi metában. Inkább mintha ragaszkodnának a korábbi megszokott választásokhoz a csapatok, illetve az egyéni játékosok is. Attól függetlenül én még egyszer kiemelném azt, hogy Noxiaknak a Poppy támogató játékosa most nem volt tökéletes. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy egyszer sem tudta kihasználni a végső képességét, már csak azért is egyébként, mert ugye Morgana volt az ellenfele, tehát ő önmagában megvédett volna egy karaktert, másrészt a lekötés fényévekről talált be, onnan pedig ki is tudták végezni, mert amint betalált a lekötés, jött rá egyből a Miss Fortune végső képesség, és az már megint egy biztos gyilkosság volt, és akkor megint csak ott tartunk, hogy a Fnatic ember hátrányból kell, hogy harcoljon, és akkor ehhez azt kell hozzátenni, hogy a két sebzés hordozó az nem volt más, mint ugye egy Lucian, illetve egy LeBlanc. Mind a kettő könnyen törik. Könnyen, főleg, hogyha ott van Ryze, aki megakadályozza LeBlanc visszaugrását az esetleges beugrás után, és aki még szót érdemel, az szerintem Cussing, aki a lekötéseivel nagyon sok pozitívat tett a csapatának, hiszen Noxiakot ugye kiemelted már, hogy mennyiszer el tudta kapni a felsősvényt, simán meg tudták nyerni Kiarnannal, valamint a Baron Nashornál nagyon fontos volt Spirit lekötése, hogy ne is próbálhassa meg elhozni azt a bizonyos Baron Nashort, és utólag, hogy láttuk, hogy még csak nem is a sújtás, hanem Fiora tudta megszerezni a Baron Nashort, ez rendkívül fontosnak tűnik. Így van, ráadásul egyébként a Baron környékén éppen voltak ellenfél játékosok is, de a lényeg az az, hogy a Vitality fölépítette maga biztosan az előnyt, és ezt ki is tudta használni. Folyamatosan az elejétől kezdve próbáltuk mondani, hogy a toronykülönbség az mennyire fontos, pláne a jelenlegi metában, ahol te is elmondtad, minél később próbálják meg azokat benneteni, annál erősebb tornyokról beszélhetünk. Na már most 7-3-mal szemben az iszonyatos aranyelőnyt jelent a Vitality-nek, és egy olyan kompozícióval, ami a minden egyes csapatharcot megnyer hátrányból is, ez nagyon fájt a Fnaticnak. Így van, fájt. Mi viszont átadjuk a szót a magyar elemzői asztalnak. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és maradjatok a további mérkőzésekre. Üdvözlünk minden kedves nézőt itt a Magyar Elemző Asztalnál. Szervusz, Buci! Hát túl vagyunk ismételten egy mérkőzésen. Fnatic, Vitality. De most mit gondolsz így, hogy most már nem előre kell jósolnunk bármit is, utólag nehéz jósolni mondjuk, hanem most már értékelni kell a mostani mérkőzés. Hát valahol azt, amit mondtunk az elején, hogy a Vitality-nek meg kell mutatni, hogy egy jó csapat, és ezt sikeresen megmutatták.
ugyanis dominálták az egész meccset, azt kell, hogy mondjam. Talán jó kifejezés az, hogy beindult a hógolyó effektus, az elején már meg tudták fogni a Fnatic csapatát, és onnantól kezdve egyszerűen csak görgették maguk előtt ezt a kicsi hógolyót, ami a végére olyan szinten kiteljesedett, hogy már nem volt esélye jóformán a Fnaticnak bármit is tennie a Vitality csapatának ellen. Egyrészt iszonyat nagy fókusz volt Gamesun. Nem engedték, hogy akár egy-két gyilkosságot be tudjon szerezni, tehát őt rögtön a játék elején már ki tudták szedni. Így nem tudott beindulni ez az Olaf, és kénytelen volt mindenképpen páncélzatot és tankosságot építeni. Nem volt ott a sebzés. Ugye ugyanazok, nagyrészt ugyanazokkal a hősökkel érkezett a Fnatic, amivel tegnap, és így nem tudott beindulni ez a csapat, tehát nem tudtak hozni gyilkosságokat. Ezzel szemben pedig, amit egyébként Nono és Darci is számtalanszor kiemelt, hogy már a hős választásban egy nagyon nagy előnyre tett szert a Vitality, ugyanis egy olyan kompozíciót hoztak el a csapatuknak, amivel konkrétan ellen tudtak választani akár arra az Olafra, akár arra a Poppyra, akár bármire, aki érkezett. Ugyanis egy Rász Morgana, akár a Runa börtön, akár a sötét csapda, ha betalál, onnantól kezdve jöhet az MF ulti. És vége. És konkrétan vége. Ezt többször láttuk, ezt nagyon jól tudták kijátszani. A harmadik, amiért nyert, őrszemjáték. Sokkal jobb őrszemjátéka volt a Vitality csapatának, mindig láttak. Úgyhogy egyszerűen... Hát igen, te mindenütt ott voltál, mindig láttak. A lényeg annyi, hogy ez egy meglepő győzelem, valljuk be őszintén. Legalábbis a tegnapi után, tehát az Origin Orihen csapata ellen, amikor a Fnatic játszott, akkor úgy gondoltuk, hogy tényleg most nekik kell lenni a legjobbnak. Hát ez annyira nem jött össze, legalábbis a Team Vitality bizonyított. Képes megverni a Fnaticet, és ez a más nem a későbbiekben igenis fontos lesz. De tudod, mi még a fontos? A póló, pontosan. És a nyertes pedig nem Szuxi, hanem Kabador. Kabador nyerte meg a feliratkozók közül ezt a pólót. Úgyhogy gratulálunk neki mindenféleképpen. Annyit szeretnék majd tőle kérni, hogy itt Twitch-en az ő saját kis felhasználóján írjon az LCS Hu-nak egy üzenetet Twitch-en, amiben a kedves becses nevét, címét, illetve a telefonszám nem kell. Tehát, hogy most srácok, valaki nem kell, tehát a telefonszám az maradhat. A lényeg annyi, hogy ezeket az adatokat küldje nekünk Twitch-en belül üzenetben, és hát igen, gratulálunk Kabadornak, ez még fontos. Hú, érkezünk az este 4. mérkőzéshez hamarosan, Buci. Igen, és most így összességében elmondva, vagy összességében ránézve az elmúlt két napra, illetve a többi játékra, mindenképpen több fontos olyan szituáció van. Egyrészt a célpontok, ezt mindig kiemeljük, de most is. A Fnaticnek semmi esélye nem volt, mert nem tudott célpontokra összpontosítani, alig tudott tornyokat elhozni, a sárkányra nem tudtak kilépni, és ez most nem csak az előző meccsen, hanem az összességében, hogyha nézzük, mindenkire vonatkozik, vagy legalábbis minden csapatnak szem előtt kell tartania bizonyos dolgokat. Egyrészt ugye az ellenválasztás jogát a másik csapatnál, tehát hogyha én egy olyan kritikus vagy kockázatos hőst hozok el, akire könnyen tudok ellenválasztani, akkor ez bizony rossz lehet. Ugyanúgy oda kell figyelni. És meg is fog történni. És bocsánat, általában igen. Megtörténik, hogyha nincs valami nagy csoda, akkor az általában megtörténik. És azért éri meg amúgy, mert bocsánat, hogy szabadba vágok, azért éri meg ilyenkor amúgy meg is büntetni azt a játékost, aki elhoz egy olyan hőst, ami még ha csak kis részen is, tehát mondjuk csak egyetlen egy hős eleme jó. De megéri azt az egy hőst elhozni, mert a játék korai szakaszában, az ösvényfázisban az egy hős szanaszéjjel fogja verni azt az illetőt, mivel hogy ellenválasztás, és onnantól kezdve pedig megindultak. Hát pont a célpontoknál látjuk azt, hogy mivel a tornyok könnyebben dőlnek, egyszerűbb tovább vinni, és mondjuk a 30. perc előtt már inhibitor tornyot és inhibitor támadni, ha ezt a lehetőséget hamar kialakítjunk, a 30. perc előtt ezek sokkal könnyebben pusztulnak el ezek a tornyok. Tehát megéri agresszívnek lenni, megéri a kezdeti játékra fókuszálni, és erre pont ezek az ellenválasztások, counterpickek tökéletesek.
És ugye a másik, amiről még beszéltek a srácok, hogy, hogy ugye ahol Elis van, ott az őrszemjáték sokkal agresszívabb és nyerhető. Ez ugye jóformában Elisnek a pókalakhoz köthető, tehát ő gyorsabban fog tudni, és a rajtaütéseit meg fogja tudni tenni, de érkezünk a következő, azaz a negyedik meccsel, H2K Orion. Így van, ezt egészen jól csináltuk. Szóval, köszönjük szépen a figyelmet, legyünk szünetre, sziasztok! Sziasztok!